Országosan több mint 99 ezeren nyújtottak be érvényes jelentkezést a 2022. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. 64%-uk alapképzést jelölt meg első helyen. Osztatlan képzésre több mint 11 ezeren, felsőoktatási szakképzésre közel 6 ezeren, mesterképzésre pedig valamivel több mint 18 ezeren jelentkeztek első helyen. Állami ösztöndíjas képzésekre a jelentkezők 89%-a szeretne bekerülni, míg az önköltséges formát több mint 11 ezeren jelölték meg elsőként. A Debreceni Egyetem egészségügyi karára is a legtöbben az államilag finanszírozott helyekre szeretnének bekerülni. A következő tanévre a Debreceni Egyetem egészségügyi karára összesen 1320-an jelentkeztek, az első helyes jelentkezők létszáma 471 fő volt. A tavalyi évhez képest egy 5%-os csökkenés látható, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly indítottuk el Szolnokon a ápoló és védőnő képzésünket, ami egy komoly létszámnövekedés generált. Tehát igazából, hogyha a 2020-as évet veszem alapul, ahhoz képest összességében növekedett a jelentkezők létszáma. A legnépszerűbb alapképzési szak továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, ezt követi a pszichológia, harmadik helyen pedig az ápolás és betegellátás áll. Ez utóbbire a Debreceni Egyetem egészségügyi karára is sokan jelentkeztek. A legnépszerűbb szakunk a nappali képzés esetén a mentőtiszt szak. A második helyen most a ápoló, szülésznő, védőnő szakok, azok gyakorlatilag azonos jelentkezési létszámmal szerepelnek. A mesterszakok közül a szakvédőnő szakot emelném ki, amit most szeptembertől újonnan indítunk, tehát ez egy új képzés, illetve sokan jelentkeztek az egészségügyi tanár képzésre is. A levelező tagozatos szakok közül az alapképzésben a ápolóképzésre jelentkeztek a legtöbben, illetve emellett a mentőtiszt képzésre. Azoknak, akik szeptembertől egyetemre mennének, a következő dátum, amit szem előtt kell tartaniuk, 2022. július 7-e. Ez az adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás és dokumentumpótlás határideje. A 2022. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre pedig július 21-én hirdették majd ki a felvételi ponthatárokat.